Vécsei Bálint után ismét van honvéd futballista a felnőtt válogatott keretében, miután Ben Stork szövetségkapitánya az U21-es válogatott után itt számít a szélsőhátvéd Botka Endrére, a Kispestiek akadémiájának növendékére, az NB1-es gárda Kecskemétre is tavaly kihelyezett alapemberével. Hát Endi a vendégünk, aki hát ugye a honvéd oszlopa most már. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mire számítasz, ott leszel a pályán jövő csütörtökön vagy vasárnap elbéselejtezőn? Hát ezt egyelőre még nem lehet tudni, de nagyon bízok benne, hogy majd a pályán fogom tudni segíteni a csapatot. Azt gondoltad volna, mondjuk egy éve Kecskeméten, hogy ilyen kérdést lehet föltenni majd neked? Hát egyáltalán nem gondoltam volna, ugye mielőtt Kecskemétre kerültem volna, nem volt még NB1-es meccsem, így nemhogy azt nem gondoltam volna, hogy a válogatottnál leszek. Hanem az, hogy NB1-es futballista, mikor igen. leszel. Ugye te a játékostársaknak azt üzented, amikor Storkmester beválogatott, hogy hát, hogy vegyék észre, hogy érdemes hajtani az akadémián. Az, hogy te most kerettag vagy, meg milyen része van az ottani képzésnek abban? Hát maximálisan annak köszönhetem, hiszen nagyon sok mindent tanultam az akadémián, ott váltam igazi érett futballistává, és úgy gondolom, hogy teljesen felkészítettek minket az NB1-re, tehát folyamatosan, amikor meccsek előtt már úgy készültünk, hogy a jövőben, hogyha az NB1-ben ott leszünk, akkor már úgy tudjunk játszani, ahogy kell. Na igen, ez gondolom azért is fontos, mert nagyon sokan arra szoktak panaszkodni, hogy hát jön egy nagyon éles váltás, amikor NB1-be kell játszani, meg az, hogy az ember akadémista volt. Mi a legnehezebb abban, amikor az embernek meg kell ugrani ezt a másik szintet? Hát talán az, hogy az NB1-ben már sokkal gyorsabb a játék, és nem szabad hibázni, hiszen egyből megbosszulja az ellenfél, és akár egy rossz meccs is elég lehet ahhoz, hogy a jövőben ne tudjunk kezdők lenni. Sújtja az ember, kikerült a csapatból, igaz? Na most, ha a válogatott keretet nézzük, és akkor azt mondom, hogy Fiola Osvát, vannak szélsővédők szépen, miben fogod megelőzni őket előbb-utóbb? Hát én úgy gondolom, hogy talán a támadó játékba tudok én egy kicsire, hát nem mondom, hogy többet, de tehát más a játékunk. Hát erre utalok, hogy az, ami neked lehet az előnyöd. Így van, én többet veszek részt a támadó részbe, így gondolom, és remélem, hogy a jövőben ezzel tudok majd egy kicsivel. Na most ez mondhatni szinte a modern szélső hátvédnek az ismertető jele, mondjuk csak így kapásból, hogyha Lichtsteinerre, de Dani Alvesről sokakat mondhatunk, de szinte már meg sem tudjuk különböztetni a támadóktól, hiszen állandóan fönt kell lenni, csak hát ez gyorsan vissza kell érni. Ezt is az akadémiának köszönhetem, hiszen az első évtől kezdve már ilyen képzést kaptam, tehát hogy folyamatosan részt kell vegyek a támadó játékba. Na most 4 napon belül a válogatott 2 meccset játszik, ez javítja-e a csapatba kerülés esélyeit? 2 eltérő típusú, eltérő jellegű ellenféllel, és igazából a tét miatt is lehet, hogy lehet variálni azért a kezdőt. Így van, hogyha ugye a görögök ellen nem fog számítani a ha mérkőzés végeredménye, akkor bízom benne, és akkor ugye nagyobb is az esély arra, hogy esetleg szerepet tudok kapni. Na most kijutunk az EB-re, mit gondolsz? Szerintem igenis, nagyon bízom benne. Mert ahogy számolgatnak, reális esély van az olyan legjobb csoportban, hogy elkerülhető a pótselejtező. Hát így van, szerintem az eddig legjobb esélyek most vannak. Nézzük kicsit a honvédot, meg egy kicsit, ha visszamegyünk, ugye neked van egy családi hagyomány, és most nem apádra utalok, aki már volt itt, de ralisok lettek azért a családban sokan, viszont ugye a nagypapa Sátor Imre, ő tagja volt Rómában az olimpiai bronzot nyert labdarúgó válogatottnak. Akkor itt nálad nagypapai inspiráció, hogy elkezdtél focizni? Persze, és tehát nagyon sokat fociztunk innak erdőn, nagyon sokat tanított, nagyon sokat motivált engem, és egy nagyon nagy példakép a szemem előtt. Na jó, de hát lehet, hogy te gyors vagy, és ez is az előnyed, hogy fel tudsz menni a támadásokhoz, de ugye a családról is részével nem tudsz sebességbe versenyezni, az sose vonzott, vagy volt szóba, hogy inkább az, és nem foci? Igen, velük azért nehéz felvenni a versenyt. Hát valahogy engem nem vonzott annyira ez a rallizás. Én az elejétől kezdve a focit kezdtem el, és nekem az a szerelmem. Na most nem sértésként vagy piszkálásból, de a futótechnikád az külső szemlélőnek kicsit furcsának tűnhet, hogy mint olyan lassan szednéd a lábaidat, de közben gyors vagy, de hát az a kérdés, hogy minél nagyobbat akarsz, szóval mi a titok? Sokan mondják azt, hogy sprintelnem kéne, pedig amikor már sprintelek, akkor mondják ezt, tehát kicsit fura számomra is, de
Hát nem tudom, nekem ilyen különleges van a futásom, inkább így szögdelek. De jó, hát akkor ezt nem kialakítottad, hanem egyszerűen nem, ez ilyen. Ez egy ilyen adottság. Igen. Hát most az az érdekes helyzet a Honvédnál, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 2014 tavaszán te akár örülhettél is annak, amikor Marco Rossi távozott, nem? Aztán Marco Rossi most itt van, van, te pedig játszol, visszatért az edző, megkapod a lehetőséget, milyen a viszony? Úgy gondolom, hogy 2014-ben az egy teljesen más felállás volt. Uh-huh. Ugye most én már ott voltam Kecskeméten, folyamatosan tudtam játszani, tehát kialakítottam magamról egy olyan képet, ami úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt. Ugye, tehát az nagyon fontos volt neked az a kecskeméti? Az nagyon-nagyon fontos uh-huh. volt. Úgy gondolom, hogy ott váltam érett futballistává. Azt lehet mondani, hogy a Kubekő Balázs is egy kicsit a mentorod volt? Nem kicsit, hanem nagyon. Nagyon. Igen. Uh-huh. Ugye amikor visszajöttem, első két meccsen szerepet kaptam, utána egy sajnos egy sérülés miatt nem tudtam 5 vagy 6 mérkőzésen játszani, és utána időbe telt, mire vissza tudtam verekedni magam a kezdő csapatba, de hála Istennek ez sikerült. Na igen, mert arra utaltam, hogy ugye téged ugye Csábi József visszahívott, és akkor utána volt ebben valami fajta ijegység, hogy akkor most megint jön az olasz mester, és hát akkor lehet, hogy bizonytalan lesz a helyzet. Egyáltalán nem, mert bíztam saját magamban, tehát tudtam, hogy ha jó teljesítményt tudok nyújtani, akkor teljesen mindegy. Ti fiatalok, gondolom örömmel fogadtátok a légiós szabályt, mert ez egy kicsit azért jobb helyzetbe hozott benneteket, nem? Persze, hát ez nagyon megkönnyíti a helyzetünket, ugye nekem annyira azért nem, mert ugye ez 95-től van ez a szabály, de hála Istennek én ott tudtam maradni a kezdőcsapatban. Igen, tehát ott egy évvel kicsúsztál ebből, igen, ugye a fiatalokra vonatkozik, de általában ugye a magyar fiatalok számára ez egy előnyös helyzet. Természetesen. A váltás Kispesten eddig bejött, mert jól álltok. A szurkolók is a tenyerükön hordják most a csapatot, titeket? Hát igen, mert ugye sok a fiatal van, kinek újra szurkolni. Úgy gondolom, hogy a csapat összhang is sokkal jobb azóta. Sokkal jobb bemenni az öltözőbe, és sokkal összetartóbbak vagyunk. Melyik volt idén a csúcsmes számodra? Ahol gólt is szereztél? Így van, a Debrecen elleni szerintem. Mit tartasz most a Honvéd legfőbb erényének, amit eddig láttál ebbe a kisebb NB1-be a csapattól? Hát szerintem védekezésben nagyon gyorsan tudunk átmenni támadásba, gyors szélsőink vannak. Úgy gondolom, hogy jól tudjuk megbontani a széleket, jönnek a beadások. Sajnos sok helyzetet hagyunk ki minden egyes mérkőzésen, ez mostanában meg is bosszulja magát. Jó, az előző mérkőzésen a Diósgyőr ellen nem, de az előző két mérkőzésen sajnos igen. Na most általában visszatérő beszédtéma az NB1 kapcsán, hogy előre ki lehet-e adni már a bajnoki címet, ki lehet-e osztani a Ferencvárosnak. És van egy másik kérdés, amit felszokta tenni, hogy meddig lesz ez a már egy döntetlenje van, ugye felcsúton x-eltek, és hogy meddig lesz veretlen a Fradi szombat estig? Hát bízom benne, hogy szombat estig. Úgy gondolom, hogy nagyon erős. Ugye Fradi Honvéd lesz. Így van, így van. Ebben az évben nagyon erős a Ferencváros, tehát nem tudom, mennyire lehet őket megszorongatni. Úgy gondolom, hogy, és nagyon remélem, hogy szombaton meg lesz az első vereségű. Miben lehet bízni a Fradi ellen? Szóval mik a gyengéi? Vagy mi lesz az az erősség, amivel fölé kerekedhettek, ha bízol benne? Hát természetesen bízol benne. Hát először is megpróbáljuk minél többet tartani a labdát, mert ugye a Fradinál minden mérkőzésen az jött le az embereknek 60%-nál, tehát minimum 60%-a. Így van. Hát megpróbáljuk ezt azért csökkenteni, és nagyon sok támadást kialakítani és helyzetet. Na most azt mondd meg, ugye téged Kispeste 2018-ig köt a szerződés, igaz? Azt mondta a Hemingway klub tulajdonos, hogy a klubnál nincsenek sztárgázsik. Ennek ellenére mi az, ami egy ott nevelt fiatalt a Honvédnál tud tartani hosszú távon? Hát a nagyon jó közösség, akár az, hogy ott nőttünk fel. Számít a klubhűség? Persze. Uh-huh. A Honvédnál ez mindig jellemző volt szerintem. Ugye voltak azért zilált időszakok ennek a klubnak az életében. Most úgy látod, hogy ez a fajta kispestiség, ez a különlegesség, ez ennek reneszánsza van? Így van, ez most nagyon újra előjött, és úgy gondolom, hogy ez a mi sikerünk titka. Igen? Így van. Vagyis te jól érzed magad, de ha a fejlődésed szempontjait is ideveszed, akkor ha minden jól megy, és ahogy eltervezed magadnak, olyan tempóban javulsz, és leszel életjátékos, akkor neked mikor kell elmenni innen? Hát én egyelőre nagyon jól érzem magam itt, de
ugye minden játékosnak az álma az, hogy kikerüljön külföldre. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy most egy nagyon jó időszakban vagyok, tehát amint lehet, azért szeretnék majd külföldre is elmenni, de elsősorban most tehát itt a Honvéd. Tehát még az biztos, hogy egy-két évig neked ez egy perspektíva a Honvédnál játszani. Hát azt nem lehet így megmondani, hogy mennyi az, az idő. Így van, amikor jön a lehetőség, ezt nem lehet így előre megmondani. Neked van a nemzetközi mezőnyben a posztodom, nem is az, hogy példaképet, kedvenced? Van természetesen, igen, de tehát én nem nagyon szoktam meccseket nézni. Igen? Így van. De miért? Én nem tudom, ez... Te játszol. Jó, hát nekem nincs otthon tévém. Tehát... nekem azért van, de nem ezért. Én azt gondolom, hogy tehát én egy egyéniség szeretnék lenni. Uh-huh. Tehát nem sémákat akarsz így másolni. Van, így van. Én nem akarok senkit lemásolni, én egy külön egyéniség szeretnék lenni, és majd, ha én ott leszek, majd akkor meglátom azt a közeget. Aha, de kell a szerencse is, nem azért 21-es a számod. Nem az... csak azért, de... Miért? Ugye én régen 7-es voltam. Nem tudtam azt választani, mert hát ugye a szélsőknek mindenkinek az kellett. Uh-huh. És ugye a nagypapámnak a 21-es is volt a messzáma. Vagy a 7-es, vagy a 21-es, hát akkor ez maradt nekem. Hát ez de, csak, hogy maradt, de jobban is tetszik, így van. Nagypapa, tehát megszeretted, ez a nagy, van, nagypapai tradíció is. Így van. Na, hát akkor én sok sikert kívánok neked. Nagyon szépen, köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm.